Rendeztem a régi lakásomban egy üdítő kóstolást, de hogy mit szóltak hozzá a nézőim, azt a mai videóban megtudjátok. Kéne valami videó év végére, de mi legyen az? Csinálják valami montást meg én? Szép és jó, de unalmas már. Legyen inkább valami pörgős napi vlog. Sziasztok srácok, a mai videóban mivel nagyon sokan kértétek. Ez nem az igazi. Főzős videó régen volt. Ma ismét főzni fogunk, ugyanis... Hát, nincs is itthon semmi. Megvan a tuti ötlet, megvan a tuti ötlet. A mai Counter-Strike... Gameplay év végére hagyjuk már. Kéne valami praktikus, amire a nézők is kíváncsiak. Ha-ha! Srácok, megvan a legeslegjobb karácsonyi vagy szilveszteri évvégi videóötlet, amit csak tudok adni nektek. A már nagyon régóta húzódó üdítőmet, lemegyek a gyárba, és felhozok 10-10-10 darabot, és megkóstolhatjátok. Még idén ez lesz az én kis ajándékom nektek, a kis... Fasz. Az én kis hálám, hogy egész évben néztetek, Instagram Threads-en fogom megosztani holnap a pontos időpontot és pontos helyszínt. Viszont építeni akarok egy üdítőbódét. Hozzuk el az üdítőket, aztán építsünk egy ilyet. Jaj. Na most, a következő dolog összeszedni az alapanyagokat a kis üdítős bódéhoz. Kell 6 darab cölöp, illetve 2 darab deszka. Let's go! Na most, az van, hogy mivel nincsen jelenleg mozgatható asztalom, ezért méretre vágattam 4 darab cölöpöt. Vettem egy falapot is, úgyhogy gyorsan összeeszkáválok ebből valamit. Hát nem egy életbiztosítás, de megáll, úgyhogy emeltek jó, ez így jó lesz. Szia Barni, megkóstoltam az üdítődet? Persze, tesó, gyere, itt van, kóstold meg. Oké, okay, köszi, na lássuk. És milyen? Tele van vitaminnal, természetes gyümölcs, és még nagyon sok minden van benne. Na ugye megmondtam, adhatok még valamit? Igen, szeretnék ebből 10 millió darabot, köszönöm. Az egyetlen potenciális lehetséges megoldás az nem más, mint a régi lakásom. Pontosan 2 napig bérlem még. Amúgy? Ilyen szép lett a fal, amit ábele lefestettünk. Úgyhogy valahova ide kéne szerintem rakni, és akkor végig is meghívok mindenkit ide. Nagyon izgatott vagyok, és ez lesz az első alkalom, hogy ti nézők kóstolhatjátok meg, és mondhatjátok ott helyben, helyszínen nekem a véleményeteket. Ábel és Harry kóstolta, szüleim kóstolták, barátaim kóstolta, ők azt mondták, hogy nekik ízlik, de ugye ott mindig fennáll a veszély annak, hogy nem akarnak megbántani, hogyha esetleg rossz lenne, de amíg szerintem elmondanák. Kiraktam már egy hosszabb Instagram sztorit, hogy miért van a nagy késés. Sok-sok cégtől kaptam az elmúlt években ajánlatot, hogy ők majd megcsinálják nekem, és akkor kb. Nekem annyira a dolgom, hogy bemegyek, és akkor megmondom, hogy legyen egy ilyen ízű, meg egy ilyen ízű. Ezt nem szerettem volna. Én szerettem volna ezt az egészet kitanulni. Az elejétől a végéig, a legeslegutolsó kis címkéig, ami rákerül erre a dobozra. Szerettem volna végigmenni a procedúrán, hogyha bárki bármit belekérdez, tudjak rá válaszolni. Receptkeveréstől elkezdve mindenen keresztül, ezt majd a nagy videóban látjátok is. És egyébként így lesz a legjobb. Így lesz a legegyedibb, így lesz a legszebb, és így lesz a legminőségibb a termék, hogyha én is ott vagyok 100%-ban mögötte, és nem csak azt mondom, hogy kérek egy ilyet, oké,
pif, fólia, ami szarul néz ki, pif, tessék, vidd. Konkrétan az üdítő szót, a jelentését akarom újra reformálni itthon, mert szerintem teljesen elveszett, hogy mi az, ami tényleg üdítő, és frissítő, és finom, és egészséges. Óriási dolgot fogunk közösen csinálni. Óriási lesz. Úgyhogy szerintem mindenképpen megéri várni, most már úgyis tök mindegy, meddig várunk. Ki tudja, hogy jövő év elején mi lesz. Alszom egyet, és akkor holnap nézzük meg, hogy ti mit szóltok ez az egészhez. Holnap vendégül látlak titeket. Srácok, ott vannak hátul a dobozok, ennyit tudtam most elhozni, szóval itt tényleg versenyre fog menni a dolog. Hát ami érdekes volt az, hogy nem találtam olyan műanyag poharat, amire ne az lenne ráírva, hogy boldog szülinapot. De nézzük, ki lesz az első, most rakom ki a posztot, aztán lássuk. Az komoly. Te vagy az első egyébként. Cső. Hogy hívnak? Simon. Cső. Srácok, Simon az első nézőm, akiért liheg, konkrétan összeesik. Figyelj, három íz van. Vegyél egy poharat, léci. És akkor sorba végig megyünk, ott majd lesz hátul egy ilyen véleményes doboz, azt látod, ott megírhatod a véleményet, bedobhatod, nem kell ráírni nevet, semmi. Menjünk sorba. Ja? Így, mert egy kicsit enyhébb. Ez más, igen. Ilyen kicsit fontás, ilyen citrusosabb ilyen. Gratulálok, tesó. Köszönöm. Elsőként. Írd meg ott hátul a véleményedet. Jó. Fog nyugodtan egy cetlit, bármelyiket, amiket szeretnéd, itt a toll, és a dombe oda, jó? Azért te is lihegsz. Jó. Ezt adom. Cső-cső. Szétszedtem az asztalt. Irány haza. Ugye itt van bent az összes vélemény, amit megírtak a srácok. Kb. Egy óra volt. Körülbelül egészségben jött. Na nézzünk párat! Nem fogom tudni az összeset szerintem felolvasni, de random párat nézzünk. Big Fanta íze van. Első nagyon lágy, második kérdőjel, harmadik top. Mind szuper, rohadt jó. 10/10, érezni a szénsav. Második volt a legjobb. Pacek. Annyira más, annyira szürreális, hogy kikeverünk egy olyan dolgot, ami hozza az ízvilágot, de összetevő meg lever minden. Kicsit túl cukros, de jól felpörget. 9/10. Nincs is benne hozzáadott cukor. Rohadt jó, érződik a gyümölcs íz, és nem túl édes. Tetszik ez a természetes íze, amúgy ezeknek örülök, ezek jó feedbackek. Piros színű nem az én ízlésem, viszont jól pörget? Mi az, hogy jól pörget egy ital? Nincs benne koffein, meg semmi. Mert direkt kértem a srácokat, hogy őszinte véleményt mondjanak, mert szóval, ha elmondják, hogy mi az, ami nem jó benne esetleg, hogyha valami nem jó benne, akkor az a még lehet csavarni majd utólag. És hát ezeket már nem, ez már le van gyártva, de majd a jövőben. Sárga nekem egy kicsit citrusosabb volt, mint kellene. Igen, van köztük, srácok, van három íz. Kettőre azt mondom, hogy fixen nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Van egy íz viszont köztük, ami nagyon különleges. Nekem az a kedvencem, nagyon-nagyon más. Semmihez nem tudjátok hasonlítani, amit valaha ittatok. Semmihez az égvilágon. Feladlak postán lassan. Nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, az éves figyelmet az összes platformon. Az összes platformon. Nem jövök itt most számokkal, hogy hány megtekintés, hány stb. Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy még mindig néztek, és ezt nagyon-nagyon értékelem, de nem tudom elmondani egy videóban, igyekszem ezeket így nagyjából így visszaadni nektek valahogy, hogy átjöjjön, vagy nem tudom. Szürreális. 10 éve! Tényleg 10 éve! Szürreális, nem tudom ezeket ilyenkor megfogalmazni. Tényleg köszönöm. Jövőre találkozunk. Legyen egy jó átcsúszátok, ahogy az osztrákok mondják, egy jó csúszásotok a jövő évre. Jövő évbe. Köszönöm szépen. Sziasztok.